Sziasztok, Bakok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, különösképpen feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, aminek viszont még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek. Örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy szeptemberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik relevánsak, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá. A kirakásod közepén a kardok hármas áll, ami, mint láthatod, ez valamilyen szívfájdalmat jelöl. Tehát néhányan én úgy látom, hogy átmentetek egy szakításon, vagy egy szakítás kellős közepén vagytok, amiből még nem sikerült úgymond felgyógyulni, túltenned magad rajta, és ez természetesen elszomorít, és nagyon fáj. De ez a kártya általában, mint a háttérben lévő felhők is jelzik, egy olyan helyzetet ír le, ami nem örökké tart, és ezt a szomorú, fájdalmas időszakot fel fogja váltani egy olyan, ami pozitív és boldogabb. De nézzük meg, hogy milyen más lapok veszik körül. Tehát a kirakásod az érmék négyessel kezdődik, ami általában azt jelzi, hogy az érmék négyes az nagyon próbál ragaszkodni ahhoz, amit elérsz. Tehát párkapcsolat területén ez egyrészt jelentheti azt is, hogy ha egy kapcsolatban vagy, akkor túlságosan csüngesz a társadon, nem hagyod lélegezni, valamint a féltékenységnek a tipikusan a kártyája, mert túlságosan félsz attól, hogy elveszíted a társad, és emiatt állandóan kontrollálod, állandóan próbálsz utána nézni, hogy mit csinál, és ez természetesen nem jó hatással van a kapcsolatban. Ha egyedülálló vagy, ez jelenti azt is, hogy túlságosan ragaszkodsz azokhoz a múltbeli problémákhoz, fájdalmakhoz, amik értek, és ez nem enged téged abban, hogy tovább fejlődj, és beengedj egy új kapcsolatot az életedbe. Tehát itt mindenképpen jelzi azt, hogy valamihez túlságosan ragaszkodsz, ami történt, és nehezedre esik ennek az elengedése. Ez lehet, hogy az előző partnered, vagy azok a problémák, amik voltak ez az előző partnereddel. Tehát itt mindenképpen fontos az, hogy próbál egy kicsit elengedni, mert ez általában az érmék négyes az egy félelemmel teli helyzetet jelent, amikor attól félsz, hogy elveszíted, amit eddig elértél, és ha ezáltal be is vonzod át, mert a következő kártya az érmékötös, ami jelzi azt, hogy elvesztetted. Tehát mindenképpen ne próbálj annyira ragaszkodni a dolgokhoz, amiket elértél. Ez lehet kapcsolat, vagy bármi. A kelyhek hetes pedig azt jelzi, hogy igazán nem láttad a dolgokat tisztán. Tehát volt olyan dolgok, ami zavaros volt ebben az előző helyzetben, tehát ebben a kapcsolatban, hogyha egy kapcsolaton, egy szakításon vagy túl. Itt jelentheti azt is, hogy több lehetőség volt, tehát itt több embert is jelölhet a kelyhek hetes. Ennél a kártyánál lehet az is, hogy túlságosan álmodozóan tekintettél erre a kapcsolatra, ami igazán nem engedte azt, hogy igazán tisztán lásd a dolgokat. Tehát ennél a kelyhek hetesnél mindig fontos az, hogy próbáld leszűkíteni a választások lehetőségét, próbáld a dolgokat kicsit reálisabban látni, hogy tovább tud folytatni az utat. Aztán a következő az érmék hatos, ami nagyon jó kártya, mert általában egy olyan helyzetet jelöl, amikor mindkét fél egyenlően jól jár ebből a helyzetből, ebből a kapcsolatból. Tehát ha kapcsolatban vagy, akkor igazán mindig azt jelzi, hogy mindkét fél
nagyon jól jár ezzel a kapcsolatban, ez az egyensúlynak a kártyája, valamint azt is jelenteti, hogy valaki segít egy helyzetnek a megoldásában, egy külső személy, akinek valamilyen több hatalma van. De szerintem itt néhány adatnál lehet az van, hogy a féltékenység úgymond vakká tett, és nem, ez a féltékenység miatt nem láttad azt, hogy ez a kapcsolat mennyire egy kiegyensúlyozott volt. Tehát mennyire jól jártál ezzel a kapcsolattal. Tehát mindenképpen ugye ez a múltat jelzi, tehát itt mindenképpen valamilyen fájdalmas helyzetről van szó, szóval, de nézzük meg, hogy mi a következő lap. A következő lap a botok hármas. A botok hármas az egyrészt jelzi azt, hogy úgymond egy új horizont van előtted. Tehát ha, és látod az kezdeti sikereket, amin dolgoztál. Tehát ha egyedülálló vagy, igazán ez jelzi azt, hogy végre elérsz sikereket, lehet egy olyan randira mész, ahol végre jól érzed magad, és potenciált látsz a szemében. Meglévő kapcsolatok esetén jelenteti azt is, hogy a kapcsolat úgymond a két személy nem egy helyen van, távolsági kapcsolat, jelenteti azt is, hogy új, tehát te új terveket szőttök a kapcsolattal, lehet, hogy házasság, lehet, hogy eljegyzés, de ez lehet, jelenthet utazást is, néhányatoknál jelentheti ezt a nagyon kalandozó energiát is, mert az egyik problémája a botok hármasnak, hogy nagyon szereti a kalandot, ami miatt nem hajlandó úgymond lehorgonyozni. De nézzük a következő lapot. A következő lap a botok 8-as, ami egyrészt jelentett utazást, jelentett híreket, de ez egy nagyon gyorsan mozgó kártya, amikor felgyorsulnak az események. Tehát lehet, hogy egy olyan hírt kapsz, ami nem fog jól érinteni. Néhányatoknál ez jelenteti azt is, hogy valaki új jön az életedbe, aki teljesen levesz a lábadról. Mert ez a botok 8-as jelentheti Cupidónak a nyilait is, ami jelentheti azt, hogy valaki hirtelen belép az életedbe, és teljesen megbolondít. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele. De előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az, aki mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, amire szükségük van, és neked csak ez gombnyomásba telik, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és mind a feliratkozás gombokat, de mindig szívesen olvasom azt is, hogy mi történik veletek. De a következő lap a kelyhek királya, ami nagyon jó, mert a kelyhek királya az valaki, aki nagyon szeretetteljes, aki nagyon gondoskodó, jelölhet téged, jelölhet egy embert, akivel dolgod van, vagy pedig a kártyának az energiája, de a kelyhek királya, amint mondtam, egy nagyon jó apatípus, aki gondoskodik, nagyon sok szeretet ad a társainak. Nagyon stabil embert jelöl, aki képes arra, hogy az érzelmeit, valamint a gondolatait egyensúlyozza, valamint ez az egyensúlynak a kártyája is, amikor az egyensúly visszatér az életünkbe. Ha megnézed, ő az óceán közepén ül, ami jelzi azt, hogy nagyon sok viharom ment át, de mégis stabilan vette ezeket a viharokat, semmi sem tudja úgymond kiütni a helyéből, mert jól tudja egyensúlyozni a mindenféle helyzetet. Nagyon jó diplomáciai készséggel rendelkezik, tehát itt jelentett valakit, aki nagyon jó diplomáciai készséggel rendelkezik, és a segítséged lesz ebben az időszakban. A következő lap
az igazságszolgáltatásnak a kártyája. Tehát az igazságszolgáltatás kártyája egyrészt jelentheti azt is, hogy az egyensúly visszatér az életedbe, jelentheti azt is, hogy megkapod, amit érdemelsz, tehát ez egy nagyon karmikus kártya, ami jelenti azt, hogy attól függően, hogy hogyan cselekedtél, megkapod azt, amit érdemelsz. Ha jó voltál, akkor jóra számíthatsz, ha nem voltál jó, akkor annak megfelelően kapod meg a jutalmat. Néhányatoknál ez jelenthet peres eljárást is, tehát különösképpen, ha egy válláson mész keresztül, akkor ez jelzi azt, hogy egy döntés születik ebben a folyamatban, és ez a döntés, ez a te javadra fog eldőlni. Én úgy látom, hogy ha ez a vonal az, ami rezonál veled, a peres eljárás, akkor a kelyhek királya jelölhet egy ügyvédet, aki nagyon jó diplomáciai készséggel rendelkezik, és segít neked abban, hogy megoldja ezt a helyzetet. Aztán az utolsó lap a halál kártyája, ami jelzi azt, hogy valami véget ér, és valami új kezdődik el az életedben. Tehát itt ez a kártya mindenképpen a változás kártyája, amikor az életed teljesen megváltozik, és nagyon fontos, hogy ennek a változásnak nem próbálsz ellenállni, hanem elfogadod azt, hogy a dolgok természetesen véget érnek, és valami új jön el az ember életébe. Tehát ez mindenkinek más és más jelent. Ha egyedülálló vagy, akkor jelenti azt, hogy véget ér az egyedül léted, és valami új, egy új kapcsolat jön be, ami teljesen megváltoztatja az életed. Ha meglévő kapcsolatban vagy, akkor sok mindent jelölhet, attól függően, hogy milyen a kapcsolat, jelenthet egy kapcsolatnak a végét, valamint ha a kapcsolat jó, jelentheti azt, hogy a kapcsolat a következő fázisába lép, jelenthet eljegyzést, házasságot. De itt igazán valamilyen szakítás van a kirakás középpontjában, és én igazán azt látom, hogy valamilyen döntés, különösen a válláson mentek keresztül, én igazán úgy látom, hogy ez a folyamat végre a végéhez ér, és a javadra születik valamilyen döntés. És ha megnézzük a pakli alján, az érmék királynője egyrészt jelzi azt, hogy stabilitás jön az életedbe, jelentett pénzt is, tehát lehet, hogy néhányan pénzhez juttok a válás folyamán, és megkapod, amit érdemelsz, de jelentheti azt is, hogy egy tartós kapcsolat jön az életedbe. Tehát kedves bakok, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.